nagyon sok olyan mérkőzés lesz ebben a szezonban, ami rangadónak nevezhető. Nyilván azért mindenképpen azok közé tartozik a holnap, hiszen az aktuális bajnokkal játszunk hazai pályán. Szeretnénk Borsot törni a fehérvárjak órán, ez egyértelmű. Nyilván én is azt gondolom, hogy mivel tavalyi bajnok ellen játszunk, azért nem lesz olyan egyszerű mérkőzés, de ez elmondható akár az összes mérkőzésre, amit játszunk, vagy eddig játszottunk. De úgy gondolom, hogy most is az a célunk, hogy megnyerjük a mérkőzést, és ugye felettessük a Fradi elleni kudarcot. Így a 12 csapatos bajnokságban most már nincsenek szerintem különbségek csapatok között, olyan óriási különbségek, úgyhogy igazából maximálisan kell készülni már mindenki ellen. Nincsenek könnyű meccsek, úgyhogy szerintem nem lehet nagyon különbséget tenni már mérkőzések között, úgyhogy minden mérkőzést meg kéne nyernünk, és azon leszünk, hogy meg is nyerjünk, így vagyunk ezzel most a hétvégi meccsel kapcsolatban is. A második meccsen a Fradi ellen nem is a védekezésünk önmagában, hanem annak is egy bizonyos szegmense, a 16-oson belüli védekezésünk volt gyenge. Hiányzott a koncentráció, kicsit későn reagáltunk, gyengén reagáltunk bizonyos játékhelyzetekre, és ez volt az, amitől komoly hátrányba kerültünk az első félidőben. Nyilván ez még egyszer nem fordulhat elő, úgyhogy az, hogy kidolgozunk helyzeteket, és azokból esetleg nem értékesítünk annyit, mint amennyi elvárható lenne, az azért jobban javítható, hiszen biztos, hogy lesznek olyan mérkőzések, amikor be fogjuk ezeket rugdosni. Én sokkal jobban látom a fejlődés lehetőségét a védekezésben, abban, hogy minél kevesebb lehetőséget adjunk az ellenfélnek, minél kevesebb lehetőséghez jutassuk őket, akár pontrugások, akár játékterén. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az a terület, amiben, hogyha javulunk, akkor racionálisan fog javulni az egész összteljesítmény. Tervezek változást, nyilván itt a Huszicsnak a sérülése az jelen pillanatban egyértelmű, hogy ő nem lesz használható ezen a mérkőzésen. Aztán meglátjuk, hogy még lesz-e ezen kívül változás, de még egyszer mondom, én nem a személyekben gondolkodom, hanem csapatban gondolkodom, és aki pályára lép, annak tudnia kell, hogy ez csapatjáték. Tehát az nagyon jó, hogy nagyon jó játékosaink vannak, jó egyéni képességekkel rendelkeznek, de ezt csapatszinten kell kivinni a pályára, és hogyha mi csapatszinten ezt kivisszük a pályára, akkor eredményesek is leszünk. Én ezt is várom, hiszen egy csapat nem 11 főből áll, hanem az adott mérkőzésen ugye 18-ból, és aki a keretben van, és aki pályára lép, az tudjon hozzátenni pluszt, és tudjon változtatni a játék képén. Úgyhogy ez mindenképpen pozitív dolog volt számomra. Az a lényeg, hogy még egyszer mondom, hogy ezt az elejétől kezdve kell tudnunk hozni, és az elejétől kezdve kell játszanunk, hiszen azért az nem titok, hazai pályán azért ilyen közönség előtt, a közönség támogatását élvezve nekünk abszolút mértékben győzelemre kell játszani. Tehát engem az edzésen való teljesítmények, amit az edzésen látok a srácoktól, az bűzakodással tölt el, abba lehet bízni, az jó, amit csinálnak, ezt át kell vinni a mérkőzésbe. Ezt át kell vinni, és ezért mondtam azt, hogy nyilvánvaló hazai pályán a közönségünk által támogatva nekünk egy ilyen mérkőzésbe úgy kell belemenni, hogy ott kölkövön nem maradhat. Igen, csereként szálltam be, hát ezen dolgozok, hogy majd változzanak a dolgaim. Úgyhogy ezért küzd mindenki edzésen is, örülök neki nagyon, talán így az önbizalmamnak egy kicsit jót tett. Igaz, ezen erre csak pár nappal később jöttem rá, hogy jót tett az önbizalmamnak, mert szomorú voltam a meccs miatt, meg kíváncsi lettem volna, hogy mi lett volna, hogyha esetleg még
az egyik nagyobb helyzetünkből betalálunk, hogy alakult volna utána a mérkőzés, mert szerintem lettek volna még sanszaink utána. De hát ez már a múlt, úgyhogy én várom már a mérkőzéseket, és várom, hogy tudjak bizonyítani. Most kicsit nagyobb elvárások vannak megint így magammal szemben, úgyhogy szeretnék gólokat szerezni, és kivenni a részemet a munkából és a győzelmekből. De nyilván azért fontos az is, hogy gólokat rúgjak, de azt gondolom, hogy nem is olyan értékű, de hasonló egy gólpaszt is, mint egy gól. Azt gondolom, hogy a csapatnak ugyanaz, a végén gól lesz, tehát hogyha olyan a helyzet, hogy biztosabb, hogyha lepasszolom és gól, akkor le fogom passzolni. Milyen érzés volt, hogy Balázs csak azért nem dicsért szembe, mert egymás mellett ültök? Nem, azt gondolom, hogy nyilván... Ez már történt már igen. A meccs közben már. Úgyhogy ezen túl voltunk már párszor. Meg hát azért ez nem is elvárás, hogy most minden egyes jó passzja megdicsérjene. Annyit hozzátennék, hogy nagyon örvendetes, hogy azok a fiatalok, akik a felnőtt csapat keretében vannak, az NB3-as csapatunk mérkőzésein húzó emberek, és jó teljesítmény nyújtanak. Úgyhogy ez, ennek én nagyon örülök, mert ez is az egyik módja annak, hogy be lehessen kerülni a nyilván az edzés önmagában kevés, tehát a mérkőzéseken való teljesítmény az nagyon fontos, és nagyon fontos visszajelzés a számomra az ő részükről, és ebben nagyon jó úton járnak. Vidinek azért elég bő kerete van, tehát tud rotálni is. Vannak olyan játékosok, akik ugye nem játszottak kedden, én szerintem lehetséges, hogy holnap játszanak. Jó játékosokról beszélünk, profikról beszélünk. Nem szeretnék ezzel különösebben foglalkozni, nem is lesz része annak, hogy most se a taktikának, se semminek, hogy arról beszélgessünk, hogy vajon ki játszhat a videótomba, vajon milyen állapotban lehet, vajon fontos-e neki ez annyira, mint mondjuk a jövő szerdai. Tehát én csak saját magunkkal szeretnék foglalkozni, és követeltem a játékosaimtól is, hogy csak ezzel szabad foglalkozni, és azzal, hogy mi hogyan megyünk bele a mérkőzésbe, és mi mit vállalunk fel annak érdekében, hogy ezt a meccset megnyerjük. És én biztos vagyok benne, hogy ez 100% lesz. Aztán, hogy mit ad a mérkőzés, az nyilván egy megint másik dolog, milyen nüanszok lesznek, milyen fordulópontok, de hogy nekünk úgy kell belemenni, az 1000%. És megmondom őszintén, hogy erre nagyon szép példát adott nekünk a Fradi. Tehát egy nagyon szép példa volt a Fraditól, amit mi kaptunk. És ugye azt szokták mondani, hogy a buta ember az, aki ugye nem tanul a saját hibájából, ugye, és én nem tartom a csapatomat butának, sőt okosnak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy kétszer nem lépünk bele ugyanabba a folyóba.